Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kedvezményes Valentin-napi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lőria számára. Kedves Lőria, üdvözöllek téged, ez a te videód. Először kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. A bal oldalon vannak a te kártyáid, a jobb oldalon vannak az ő kártyái. Ami most látható a képen, utal a te jelenlegi helyzetedre. A középső kártyán a medve látható, az utal erőre. Megvan neked a belső erőd, de ne hagyd azt, hogy mások rabolják a te energiádat, mert akkor erőtlennek érzed magad. A medve mellett ott van a hold. A hold utal az anyukádra, vagy anyai érzelmekre. De a hold hatása alatt érezzük az álmokat, a vágyakat és a reményeket is. Ha te hiszel egy álomban, és megvan hozzá a hited, akkor erősnek érzed magadat, ahogy ez a medve mutatja neked, mert ez lehet a te belső erőd is. A madarak utalnak könnyűségre, de beszélgetésekre is. Itt van, vagy lesz nálad egy fontos beszélgetés, ami neked erőt ad, vagy te adsz másoknak, vagy neki erőt. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Ott jobb oldalon látható ez a ravasz róka. Ez utal hamisságokra, hazugságokra, valaki becsapja őt. Nem csak a róka utal erre, hanem az ostor is. Mert valaki ostorozza őt, és ez fáj. Vannak viták, veszekedések. A középső kártya azt jelenti, miről van itt szó. Pénzügyi dolgokról, mert a halak jelentik az anyagiakat. Az is előfordulhat, hogy nem tud a pénzzel bánni, holott ez a kombináció inkább azt jelenti, hogy valaki becsapja őt anyagilag. És most megtekintjük azt, hogy miről kellene neked elgondolkoznod, mert ez fog bekövetkezni a közeljövőben. Ott bal oldalon felül látható ez a kígyó, és utal megújulásokra. Lesz nálad egy változás, nem ami a körülményeket illeti, inkább úgy mondanám egy belső megújulás, mint egy új születés. A nap utal a te fellépésedre, a te kisugárzásodra, a sikerekre, mások látnak téged. Megkapod a megbecsülést, az elismerést, mások felnéznek rád. Örülj ezeknek a sikereknek. A nap jelentheti a nyári hónapokat is, és nyár közepéig meg lesz itt ez a mozgás, erre utal ez a lovas férfi, mert az szimbolizálja a mozgást. Az lehet sport vagy autó is, de azt is jelenti, hogy előre mennek az események. Visszatérve az első kártyára, ez a kígyó nem csak ezt a transformációt szimbolizálja, hanem szemét is, egy hölgyet. De jó indulatú, mert a nap mutatja, hogy megbízhatsz benne. Nem csak ebben a hölgyben, hanem egy másik férfiban is.
mert ez a lovas férfi nem csak a mozgást mutatja, hanem egy férfit. De itt nem a lelki társadról van szó, hanem valaki másról. És mindketten segítenek neked. Most megtekintjük azt, miről kellene neki elgondolkozni, mert ez fog bekövetkezni nála a közeljövőben. Ott jobb oldalon fent te vagy látható. Melletted ott van ez a virágcsokor, ami utal a szépségre. Ez a férfi téged szépnek lát, elbűvölőnek, de nem tudja kimutatni az érzelmeit, erre utal ez a ravasz róka. Lehet, hogy te is itt hibázol, és nem vagy nyitott vele szemben, és neki félelmei vannak, ő nagyon bizonytalan. De ami szép ennél a kombinációnál, hogy itt lesz egy meglepetés, vagy egy ajándék, és te állsz nála az ő gondolataiban, érzelmeiben, a középpontban. Ő ezt nem meri kimutatni, de látható, hogy ez így van. A harmadik kép a gólya, illetve a gólyák, azok mutatják a változásokat, ő nyitottabb lesz, és ez várható május hónaptól. Most megtekintjük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokba kellene tartanod, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, még nem látható, nem érezhető, ezért egy nagy titok, a te titkaid. Az első kép ott lent bal oldalon, ez a felhő azt jelenti, hogy valami átláthatatlan. De itt lesz megoldás, mert ez a kulcs azt jelenti, hogy légy magabiztos, vedd kezedbe a kulcsot, itt kinyílik egy ajtó, ez lesz egy új lehetőség számodra. Ez a felhő jelenti az időt, mégpedig 6 hónapot. Egy fél éven belül rendeződnek itt a dolgok. Ebben biztos lehetsz. Erre utal a kulcs. És a fa azt jelenti, megtalálod a helyedet. Nem csak a szerelmi élet területén, hanem ami a munkádat illeti, ott is. A kulcsot használhatod. Itt lezárhatsz valamit, bezárhatod ezt az ajtót, ez utal zárkózottságra, vagy kinyitod ezt az ajtót, ezek a te lehetőségeid, és mutatja a nyitottságodat, amit ő elvár tőled. Most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amire nem figyel oda, vagy azt, amit eltitkol előled, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, nem érezhető, ez is egy nagy titok. Az ő titkai. A középső képen láthattuk ezt a ravasz rókát és a halakat, azon kívül az ostort, hogy valaki megpróbálja őt anyagilag kihasználni, vagy becsapják őt. Itt alul ez a kasza arra utal, ő ezt elvágja. Ő átlát a dolgokon, és elbúcsúzik ezektől a személyektől. A kasza mellett ott van a ház és ez a kislány. A kislány utal egy új kezdetre, és a ház egy új otthonra. Az lehet köztetek egy közös otthon. De ez a két kártya azt is jelenti, hogy vannak vágyai, álmai, elvárásai, és keresi ezeket az anyai érzéseket. Nálad is ott van bal oldalon, középen a hold, ami szintén anyai érzelmekre utal, és pontosan erre van szüksége. De ő ezt eltitkolja előled, mert itt vannak a titkok.
És most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami benneteket összeköt, azt mutatja ez a csillagkép. Ez szerencsét hoz. Azon kívül azt jelenti, hogy ez meg van írva a csillagokban. Tehát a ti kapcsolatotok az nem egy véletlen, hanem itt a sors útról, egy közös útról van szó. És ha ez meg van írva a csillagokban, akkor ebben bízhatsz. Abban is, hogy visszatér hozzád. Azon kívül mutat egy szerencsés jövőt, mert a csillagok szerencsét hoznak. És most áttérek a csillagokra az asztrológia területére. A nap jelenti a te énedet, a te fellépésedet, a te kisugárzásodat. Ha az életet úgy képzeled el, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja számodra azt, hogy te játszod itt a főszerepet. A te napod az indiai számítás szerint a bak jegyében van a négyes életházban. Ez a négyes életház a mélypont a horoszkópon. Ez olyan, mint egy alap, és erre az alapra építed fel az életedet. Ez a négyes életház mutatja az otthonodat is. Azért közlöm ezt most veled, mert itt lesz ez évben mozgás. Az indiai számítás szerint itt mozog Szaturnusz bolygó. És Szaturnusz bolygó kihat a sorsra. Lesznek sorsdöntő változások. Az előfordulhat nálad, hogy idén lesz egy költözés. Nem csak Szaturnusz bolygó van a bak jegyében, hanem Plutó bolygó is, ami adja a belső erőnket, amiben hinnünk kell, de Plutó bolygónál gyakran változásokról van szó, valamit lezárunk a múltból. Jupiter bolygó is hat, most így év elején, aztán elbúcsúzik a bak jegyétől, október-november hónapban visszatér a bak jegyébe, és szerencsét hoz, itt lesznek lehetőségek nálad. A bak jegye a föld eleméhez tartozik, itt reális dolgokról van szó. Amire szükséged van, ezek a célok, és hogy ezt ne add fel. Az ő horoszkópjában az indiai számítás szerint a nap a szűz jegyében van, ami szintén a föld eleméhez tartozik, tehát megvan köztetek a harmónia. A szűz jegyénél fontos a tisztaság, hogy minden rendben legyen, van nála gyógyító erő, ami egy hátrány a szűz jegyénél, ha ő túl kritikus veled szemben, vagy magával szemben. Most áttérek a hold energiájára. Hold szimbolizálja az érzelmeket, ami vágyainkat, reményeinket és álmainkat. A te horoszkópodban a hold a mérleg jegyében van. Ez kihat az érzelmeidre. Te szereted a szépet, és a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot. Ezek a vágyak és az álmok. Te egy félhold napon születtél egy ilyen fogyó hold fázisban. Egy félholdnál belső feszültségekről van szó, ez a gyermekkorból jön, mert a nap szimbolizálja az apát, a hold pedig szimbolizálja az anyát. Egy félholdnál van egy kapcsolat a nap, a hold és a föld között. Ez olyan, mint egy háromszög. Itt van három jegy,
és három elem, és hiányzik valami. Hiányzik a negyedik elem, mert azt nem kaptad meg a gyermekkorodban. A te napod a bak jegyében van, a föld elemében. Amikor te megszülettél, a mi földünk az a rák jegyében volt, tehát a víz elemében. A hold pedig a mérleg jegyében, a levegő elemében. Itt van egy kapcsolat a bak jegye, a rák jegye és a mérleg jegye között, egy kapcsolat a föld elemével, a víz elemével és a levegő elemével, de hiányzik a tűz eleme. A gyermekkorodat úgy élted át, hogy nem voltak olyan lehetőségek, ami téged lelkesített, inkább azt kellett tenned, amit a felnőttek elvártak tőled. Vagy arra is utalhat, hogy olyan szerény, visszahúzódó kislány voltál, és nem merted védeni magadat. Senki nem mondta annak idején neked, légy bátor, mondd ki a véleményedet, vagy védd magadat, te a tűz elemét másoktól kapod meg, felnőtt korban. Mégpedig a társattól, mert ő ad neked erőd. Az ő horoszkópiában a hold az oroszlán jegyében van, és az oroszlán jegye az a tűz eleméhez tartozik. Ő adja számodra ezt az erőt, segít neked abban, hogy kimutasd te is az erődet, és védeni tud magadat. Ő egy új hold előtt született, egy ilyen csökkenő hold fázisban. Mivel a te holdad a mérleg jegyében van, és ez a levegő eleméhez tartozik, nála pedig a hold az oroszlán jegyében van, és az a tűz eleméhez tartozik, itt megvan köztetek a harmónia, mert a levegő eleme és a tűz eleme barátságban áll. Most áttérek Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a művészeteket, de nálunk hölgyeknél a horoszkópban jelenti a nőiességet is. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a halak jegyében van, itt nagyon erős, ki tud bontakozni. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, érzelmekről van szó, de nagyon álmodozó vagy, és megvan ahhoz a tehetséged, hogy kibontakoztasd ezt a művészetek területén, vagy egy kreatív munka által. Az ő horoszkópiában a Vénusz bolygó jelenti az ő ízlését, vagy a tehetséget a művészetek területén, de utal arra is, hogy képzeli el a párkapcsolatot, milyen elvárásai vannak a partner nőjével szemben. Az ő horoszkópiában Vénusz bolygó a mérleg jegyében van, tehát számára fontos egy szép, harmonikus párkapcsolat. A te holdad szintén a mérleg jegyében van, így az érzelmek összekötnek benneteket, viszont ha a két Vénusz bolygót hasonlítom össze, a te Vénusz bolygódat a halak jegyében, az ő Vénusz bolygóját a mérleg jegyében, ti különbözőek vagytok. Számára kell a szabadság érzete, ez a könnyűség nálad, viszont a mély érzelmek fontosak. Itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. Mutasd ki az érzelmeidet, de ne túlozd el, mert akkor ő visszahúzódik.
neki kell a könnyűség és a kommunikáció is. Hallgass a belső hangodra, mert a holdad szintén a mérleg jegyében van, és itt egy hangban vagytok. Most áttérek Mars bolygó energiájára. Mars bolygó utal az erőnkre és a bátorságunkra. Ez megvan nálunk, hölgyeknél is, mert nekünk is szükségünk van erre a Mars energiájára, mert kell, hogy megvédjük magunkat, vagy bebizonyítsuk magunkat az életben. A te Mars bolygód visszatekintő. Az egyrészt jelenti azt, ha be kell magadat bizonyítani az életben, először légy inkább visszahúzódó. Tartsd meg a belső nyugalmadat, mert itt van ez a belső erő. Várj egy napot, és utána mutasd ki az erődet. Nálunk hölgyeknél Mars bolygó mutatja a férfit és a lelki társunkat. Mivel nálad Mars bolygó visszatekintő, utal a múltra, tehát egy férfi visszatér a múltból, ez lehet egy kármikus kapcsolat is. Nálad Mars bolygó, azaz oroszlán jegyében van, és az oroszlán jegye az a tűz eleméhez tartozik. Mivel fél hold napon születtél, ahol a tűz eleme hiányzik, és ezt későbbiekben kellett megtanulnod az életben, felnőtt korban, hogy tudod az erődet kimutatni, vagy hova fektesd be az erődet, hogy védjed magad. És néha bizony előfordulhat, hogy bizonytalan vagy, helyesen döntöttél-e, igen vagy nem, mert végül is nem akarsz te senkit megbántani. Nála Mars bolygó mutatja az ő erejét, az ő bátorságát és a férfiasságát is. Mars bolygó nála a szűz jegyében van. Ő nagyon meggondolt és kritikus. De ami a párkapcsolatot illeti, gyakran lelassítja az eseményeket, mert töpreng, nagyon elgondolkozik ezen. Ami a kettőtök Mars bolygóját illeti. A te Mars bolygód az oroszlán jegyében, az ő Mars bolygója szűz jegyében, ezek szomszédok. A két jegy egymás mellett áll, és ez utal a közelségre és a bizalomra is, úgy, mint jó szomszédoknál. És ebben bízhatsz te is. Kedves Lüriá, így tudtam a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!